Köszöntöm Önöket az Úton magazinban. Az orosz-ukrán háború most már több mint egy hónapja zajlik, és Fehérvárra is sokan jönnek, menekültek Kárpátaljáról, illetve Ukrajnából. Műsorunk róluk szól, tartsanak velünk. Otthon kitör a háború, azt féltünk, hogy minket is elvisz, aztán kijöttünk Magyarba. Azért döntöttünk úgy, hogy ameddig meg van nyitva a határ, kijövünk, mert féltünk, hogy elér mi hozzánk is ez a háború, és itt biztonságban vagyunk. Mennyire volt viszontagságos az utazás akkor? Gondolom sokan megindultak akkor. Hát akkor kitört a pánik, ugye, mert akkor rengetegen voltunk, sokan jöttünk, de hál' az Úrnak hamar átjöttünk, mert sok gyerekkel voltunk. Rengetegen voltunk, verekedés volt. Ilyen nagy tömeg, ugye mindenki szeretett volna átjönni. A férfiakat nem engedték, a nők ugye mindenki szeretett volna jönni, és igyekeztek az ajtóhoz fele. De hát átjöttünk. Az egy ilyen helyzetben a gyerekeket, főleg a kicsiket azért nagyon félti az ember, nem? Hát nagyon féltettük őket, persze, aztán hoztunk egy olyan döntést, hogy inkább át se jövünk, megyünk haza, de ugye úgy kerültünk, hogy épp az ajtóhoz, és átjöttünk. Akkor mondhatjuk, hogy kicsit ilyen véletlen vagy szerencse folytán sikerült időben átjönni. Igen, szerencse. Volt ott egy úr, aki segített nekünk, hogy sok gyerek van, és így átjöttünk, de sírva, zokogva, mind a gyerekekkel együtt. Mit hagytak ott? Saját lakásunkot, az egész életünk hátra maradt. Fehérváron mindegy 200 menekült lakik átmenetileg vagy tartósan, többségében nők és gyerekek. Angelikáik már 4 hete laknak a József Attila kollégiumban, férje Fehérváron dolgozik, ide jön haza esténként, így együtt lehet a család. Tudunk főzni, kaptunk rezsót, fazikat, úgyhogy tudunk főzni, igen. Tehát úgy élünk, mint otthon. Jól érzik magunkat, mintha otthon lennünk. Miket szoktatok csinálni? Játszani, járkálgatni. És te óvodás vagy még? Már nem. Már nem? Már iskolás? Másodikus. Aha. És itt is fogsz iskolába járni? Igen. És várod már? Igen. Krisztináék 3 hónapja érkeztek Kárpátaljáról. Elég nehéz volt. Sokat gondolkoztam rajta, mert nem mertem el felindulni 4 gyerekkel. De mivel a lányomnak itt volt hely, volt hova jönni, így elindultam. Itt szóltak a gyerekek, vagy hogy lehet egy gyereknek ezt úgy elmondani, megmagyarázni, hogy most nem tudjuk meddig, de nem leszünk itthon? Hát ők eleinte ürültek neki, jó fogadták, de most már azért van egy kis honvágyuk. Az a fele, még csak 3 napja, hogy itt vagyunk, de na hát ilyen otthon ilyen szabadabbak. Itt is lejövünk, játszanak, meg sétálgatunk, de azért mégis az saját otthonuk, az hiányzik nekik. Barkaszón lakunk, mink is. Igen, egy településen lakunk. Mennyire érezhető a háború? Hát ott még nem egész annyira érezhető, de ott is többször megszólal a riasztó, és ez a gyerekeket nagyon megrémíti. De azért már egyre nehezebb ott is a helyzet. Ott kaptak valami útmutatást a helységben, ahol laknak, hogy mit kell csinálni, mondjuk ha a riasztó megszólal, vagy bármi olyan információt kapnak? Igen, kaptunk, mondták, hogy amikor megszólal, akkor el kell zárni villonyt, gázt, akinek van, és akkor összeszedni élelmet, vizet, és lemenni olyan helyiségre, ahol biztonságban vagyunk. Félt? Hát volt, hogy igen. Igen, a gyerekek miatt is. A Fehérváron elszállásolt menekültek biztonságosan élhetik családi életüket, ami annak köszönhető, hogy az egész város segíti őket adományokkal, szociális és orvosi ellátással, szinte mindennel. Nagyon szívesen várt mindenki, sok segítséget kaptunk, köszönjük minden magyarnak, aki segített, és annak, aki befogadott minket. Hát nincs hiányunk semmiből.
minden jó volt, alig megjöttünk. Ez pedig már az Alba Bástya Család Segítő Központ. Az itt dolgozó szakemberek koordinálják a Fehérvárra érkező ukrajnai menekültek ellátását. Raktárukban gyűjtik és innen szállítják a menekültek szálláshelyére a mindennapi élethez szükséges adományokat. Tehát ide ez a kétszárnyú hajtóhoz állnak ide a legtöbbször, tehát nagyon sokan vannak olyanok, akik visszatérő adományozók, erre is van példa, illetve a Facebook felületünkön mindig kitesszük, illetve elő is ki van vonalazva, vagy kitábláztuk azt, hogy ide kell jönni be az udvarba. Ez azt gondolom mindenkinek komfortos, tehát itt ide lehet állni, mindig figyelünk arra, hogy szabadon legyen hagyva ez a tér, tehát itt mi is tudunk bepakolni, illetve aki adományozó, az is ide tud jönni könnyedén. És innen nagyon-nagyon sok adomány ki is megy. Tehát akkor, amikor mondjuk a kollégák összekészítenek, mondjuk egy 50 fős menekültcsoportnak 2-3 napra élelmiszereket, akkor óriási mennyiségű adomány megy ki is innen, és hát ennek egy része, nagy része az a felajánlók, magánszemélyek, tényleg cégek, munkahelyi közösségek, szervezetek felajánlásából vissza is pótlódik. Az Alba Bástya Központ munkatársai jelenleg mintegy 200 menekültér felelnek, akiket a város kollégiumaiban helyeztek el. Ételt, ruhát szállítanak, segítenek nekik a papírügyek intézésében, és ha kell, mentálisan is. Sokféle társadalmi réteg előfordul a menekültek között, amely szegénységben élőktől az átlagpolgárokig kell ellátni az igényeket. Hetek óta végezzük ezt a munkát, mégpedig azért, mert a háború kitérése utáni napokban is már érkeztek ide családok. Nagyon sok olyan munkavállaló, ukrán munkavállaló volt korábban is Székesfehérváron, aki dolgozott, és az ő családtagjaik voltak például az elsők között, akik megérkeztek a városunkba, és azt gondolom, hogy most is ők vannak egyébként többségében azok között, akikkel mi tartjuk a kapcsolatot. Vannak olyan családok, akikkel most már több mint 3 hete együttműködünk, és vannak olyan családok, akik egy-két napig, vagy egy hétig maradnak, nagyon-nagyon változó. Ténylegesen azt gondolom, hogy az adott családnak a döntése ez, tehát mi biztosítjuk az ellátásukat, illetve minden olyan segítséget, amire szükségük van, azt megadunk, de ez az ő döntésük, és sok esetben egyébként tényleg ez az egy-két napos is jellemző, de azt vettük, ez az egyhetes itt tartózkodás is jellemző. És egyébként szerintem egy olyan 70-80 fő van, akivel már hosszabb ideje együtt dolgozunk. Vannak olyan családok, akiknél nagyon-nagyon sok mindent kell pótolnunk. Vannak olyan családok, ahol nem csak az éppen az élelmiszereket, tehát a napi ételt, az élelmet kell megoldanunk, hanem tisztálkodási szereket, higiéniai eszközöket, ruházatot kell biztosítanunk. Volt arra is például, hogy kisebb ilyen konyhai eszközöket, edényeket, rezsót kell biztosítani ahhoz, hogy ők mindennapjaikat tudják élni, de ez nagyon változó. Vannak olyan családok is, akiknél pedig szinte semmire nem volt szükség. Idézőesen csak egy néhány napra kértek tőlünk segítséget egy-egy élelmiszeradomány csomagban, de egyébként a ruhák, a tisztálkodási szerek az mindent tudtak magukkal hozni, tehát nagyon-nagyon változó képet mutat. Mennyire kellett megnövelni az Alba Bástyának a kapacitásait? Most gondolok itt munkaerőre föl kellett duzzasztani, kellettek plusz önkéntes segítők például? Vontunk be egyébként önkéntes segítőket is, gyakornokokat is vontunk be. Hát ez egy olyan kérdés, ami nagyon, nagyon releváns sajnos. Egyébként is egy nehéz munkaerőpiaci helyzetben van az intézményünk, tehát több betöltetlen státuszunk van, ami nagyon-nagyon sokat dolgozunk, hogy ne így legyen. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok kollégámnak ezúton is köszönöm, mert nagyon sokszor elmondom azt, hogy mennyire köszönöm a felajánlóknak azt, hogy adományokkal segítenek bennünket, hogy a kollégáim tudjanak segíteni, de talán kevesebbszer köszönöm meg ezt, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy nekik is megköszönjem azt a plusz munkát, azt a plusz energiát, amit ebben a munkába fektetnek. Sokszor egyébként munkaidő után is, vagy egy hétvégi napon is rendelkezésre állnak, és akkor dolgozunk, amikor az ide hozzánk érkezőknek szüksége van rá. Úgyhogy ebben azt gondolom, hogy egy jelentős átstruktúrálást kellett végeznünk, ami azt gondolom, hogy sikeresen megvalósult. A Szabadságharcos 59 szám alatti elszállásolt családokkal dolgozom. Ezek a családok Kárpátaljáról érkeztek, mély szegénységben lévő családokról beszélünk, alacsony szocializációval. Tudni kell róluk azt, hogy itt szinte 100%-ban a családfő itt dolgozik Fehérváron, és az ő családjuk menekült át a háború után, és egy ilyen
családegyesítés történik itt, vagy történt itt Fehérváron. Napi szinten visszük ki nekik az élelmiszeradományokat innen az intézményből, ugye igény szerint, és akkor ők ott helyben főznek. Erre egyébként nagy igény is van, tehát ahogyan otthon is ugye megszokták, hogy az asszonyok otthon vannak a gyerekekkel, a férfiak dolgoznak, és mire a férfiak hazajönnek, azért valamit mindig az asztalra tesznek nekik, tehát hogy igazából ebben ezt átvették itt is, tehát nem csak ugye otthon. Igen, tehát napi szinten főzőcskéznek azokból a nyersanyagokból legfőképpen, amit mi viszünk ki nekik, de azért ugye lehetőségük van nekik is saját maguknak vásárolni, mert hogy ugye azért itt dolgozó férfiak is vannak. Mi az, amire szükségük van ezeknek az embereknek elsősorban, vagy mi az, amit ők szeretnének, hogy esetleg kapjanak ellátásba? Igen. Ahogyan ide érkeztek hozzánk, nagyon hiányos öltözettel, meg felszereléssel, tisztálkodási cuccokkal, tehát nekünk nagyon-nagyon fontos volt az, hogy gyorsan reagáljunk arra, hogy ezek az alapvető szükségletei ki legyenek elégítve. Erre volt is lehetőségünk, hiszen itt a Fehérváron az adományozási kedv tényleg magas volt, így nagyon gyorsan tudtunk reagálni a szükségleteikre, tehát nagyon sokszor ugye nagyon hosszú kilométereket tettek, meg nagyon sokat utaztak, mire azért sikerült őket megfelelő ruházattal, évszaknak megfelelő ruházattal ellátni, a kisgyerekeket pelenkával, váltóruhákkal, cipőkkel. Tehát az első legfontosabb dolgunk nekünk az volt, hogy ezeket biztosítsuk. Vannak már ilyen rutinszerű dolgok, amiket mondjuk a gyerekek várnak tőlünk, vagy tudják például, ami én érdekesség, hogy tudják, hogyha szerdánként megyek szerda, mondjuk ez egy rajznap, vagy festenek, rajzolnak nekünk szintén, amit az adományozók hoztak be, akkor tudják, hogy valami kis édesség, csoki jár érte, akkor hozzák, mutatják nekünk, hogy mit rajzoltak nekem a héten. Ez egy ilyen nagyon jó rutin, ezt szeretik, meg le is köti a gyerekeket, meg sok felajánlást is kaptunk, színes ceruzákat, színezőket, ez egy jó dolog. Én a József Attila kollégiumban elszállásolt családokkal dolgozom, illetve koordinálom az itt folyó szociális munkát. Azok a családok, akik itt vannak elszállásolva, azt lehet mondani, hogy már hosszabb ide, tehát 4-3-2 hete érkeztek ide Fehérvárra. Többnyire olyan családokról beszélünk, akiknek a családtagjai, vagy az apukák, férjek már itt dolgoztak Székesfehérváron. Mi mindenféleképpen odafigyelünk arra, hogy rendszeresen járjunk a szálláshelyre, és lehetőség szerint beszélgessünk a családokkal. Tehát tulajdonképpen a jelenlétünkkel próbáljuk megadni azt a biztonságérzetet, hogy bármikor, amikor nekik arra szükségük van, akkor minket megtaláljanak, jelezni tudják a kéréseiket, igényeiket, szükségleteiket. Amikor megérkeztek a családok, akkor vagy már az utazás során, vagy az utazást követő egy-két napban nagyon sok családnál a gyerekek megbetegedtek. Tehát elsőként ugye abban támogattuk és segítettük őket, hogy biztosított legyen a számukra az orvosi ellátás, hiszen ebben még nem volt tapasztalatuk, nem voltak információik a családoknak, tehát ebben segítettük őket. Ahol szükség volt a gyógyszerek kiváltásában, hiszen nem ismerték ezeket a készítményeket, nem tudták, hogy hova kell menni, hol kell ezeket kiváltani. Tehát többnyire ezek a tevékenységek voltak jellemzőek az első napokban. A Nemes Nagy Ágnes kollégiumban én vagyok a megbízott szociális munkás segítő, aki a menekültekkel foglalkozik és segíti a folyamatokat. Kik laknak itt a Nemes Nagy Ágnes kollégiumban? Hát óriási fluktuáció volt a Nemes Nagy Ágnes kollégiumban. Számomra ez egy nagy szakmai kihívás volt. Ugyanis először akik érkeztek, ahogy kolléganő is említette, mély szegénységből jöttek családok, és a kollégium 8. emeletén szabadítottak fel szobákat ezeknek a családoknak. Azt tudni kell, hogy ezek a családok földszintes épületekben tartózkodtak eddig,
és nyilván, hogy a lift és a magas emelet az szokatlan volt számukra, nem beszélve a gyerekekről. Ez elég komoly kihívások elé állította a kollégium vezetését, hogy tudják valahogy külön kezelni a menekülteket, az egyébként 300 lány kollégistától, akik középiskolások, és azért vannak ott, hogy tudjanak tanulni, és kicsit felüdülni az iskola után. Sok konfrontáció volt a kollégiumon belül ebből, és azt gondolom, hogy a menekültek számításai nem úgy alakultak, ahogy érkeztek, és önmaguk kérték, hogy ők visszamennének Ukrajnába. Kértek buszt, hogy a határa, ha elviszük őket, akkor ők hazamennek. Én azt gondolom, hogy a szülők is elfáradtak. Hát egy anyuka, aki egyébként egy 7-8 gyerekkel el van otthon az udvarral, portával, ahol ők eddig éltek, ebben a körben, környezetben elfáradt, hogy a gyerekeit folyamatosan rendre szabályozza, a gyerekek meg olyanok, hogy ha gombot lát, megnyomja. És hát nyomogatták addig a liftet, még hát el is rontották sikeresen. Tehát, hogy hát ők, ahogy tudtak, éltek a kialakult helyzettel, és akkor volt egy ilyen első menetünk, hogy pár éjszaka után egy nagyobb csoport úgy döntött, hogy visszamegy. Ezt követően természetesen kaptunk újabb menekülteket, akik szintén hasonló mély szegénységből érkeztek. Ők még egy pár napig bírták, meg a kollégium vezetése is a kiképzést, de számukra is egyértelművé vált, hogy itt nekik nincs az, amire számítottak, és egyébként azt is tapasztaltam, hogy ők ugye férfiak nélkül érkeztek. A férfiak ott maradtak Ukrajnában, és az a kultúrkör, ahogy ők élnek, ahogy kialakult az ő családi életük, a nő a férfi nélkül féllábú. És minthogyha elbizonytalanodott volna a férfi nélkül az anyuka, óriási teher volt rajta, ezeket a gyerekeket egyedül kellett rendszabályozni, és úgy, miután megtudta, hogy mégsem megy olyan gyorsan az orosz front, tehát hogy Kárpátaljához még nem érnek el az orosz csapatok, tehát kvázi béke van otthon, így úgy döntöttek, hogy mégiscsak jobb otthon. Mennyire átalakult a lakó közösség? Ugye kellett idő, mire azokból a térségekből, ahol háború dúl, ideértek a menekültek. Ehhez kellett egy-két hét. Messziről érkeztek, több átszállással tudtak jönni. Ugye hallottam a hírekből, én is meg láttam is, hogy milyen tumultus van a pályaudvarokon, meddig megy a vonat, Lvivig tudtak eljutni, aztán onnan tovább volt, aki Románián keresztül tudott Magyarországra belépni, mert szűk ez a magyar határszakasz, és csak Záhonynál van vasúti átkelésre lehetőség. És a két hét elteltével érkeztek Odesszából és Kijevből menekültek, ők zömében anya egy vagy két gyerekkel, tehát így kell elképzelni, vagy nagyszülővel még, tehát hogy így de csak nők és gyerekek. Ilyenekkel telt fel aztán a kollégium, de ők, tehát lehetett érezni, hogy ők csak megpihentek, egy vagy másfél hetet voltak, és aztán már menet közben keresték a további lehetőséget, volt, akik Budapesten találtak maguknak szállást, oda mentek, volt, akik úgy döntöttek, hogy mennek tovább Ausztria irányába, tehát hogy megjelent ez a tranzit szállás kategória. És jelenleg most elég kis létszámmal vannak a szálláshelyen, 9 fő van, itt személyben egy anya, két vagy egy gyerekkel, és az az érdekes, hogy Ukrajnában megy a tanítás, és ezek a gyerekek online tanulnak. Biztosít számukra a kollégium tanulószobát, ahol a kisfiú vagy kislány be tud csatlakozni az online tanulásba, és ők tanulnak. Ugye egyrészt mi tehát az önkormányzat Székesfehérvár megyéjúvárosi önkormányzatának fenntartásában működünk, tehát egy önkormányzati intézményről beszélünk, Hazababástyáról beszélünk. Egyrészt ugye magát az intézményt is fenntartja, tehát azt gondolom, hogy az első pontjától az utolsó pontjáig az önkormányzat is részese ennek.
És azt gondolom, hogy mind azzal, hogy egyrészt bevonnak bennünket már az előkészítő folyamatokba, mind pedig mindenfajta segítséget, támogatást megadnak a megvalósítási folyamatba. Itt most kiemelhetnék részleteket, mondjuk azt, hogy 1 millió forint keretet biztosított az önkormányzat a plusz kiadásainkra, meg nagyon sokat tudnék még ebből mondani. Azt gondolom, hogy mi ehhez a munkához megkapjuk a támogatást, mind az önkormányzat, és azt gondolom, hogy mind a partnerszervezeteinktől egyaránt. Tehát azt gondolom, hogy ezt is ki kell emelni, hogy a partnerszerveink, a fenntartónk mindnyájan egy olyan támogató közeget teremtenek, ahol meg lehet ezt valósítani, hogy egyik napról a másikra a kollégákkal átálljunk egy másabb típusú, egy átstruktúrált munkavégzésre. Engem ért ez a megtisztelő feladat, hogy kapcsolatot tarthatok a hatóságokkal és a szervezetekkel. Ez egy olyan feladat számomra, amely kihívásos, de mivel ez a helyzet megköveteli mindenkitől a rugalmasságot és az együttműködést, így azt mondhatom, hogy az elmúlt hetekben egy olyan jó együttműködés tudott kialakulni köztünk és a szervezetek, hatóságok között, hogy egyre gördülékenyebb és folyékonyabb a munka annak érdekében, hogy minél hatékonyabb segítséget tudjunk biztosítani a menekülteknek. Az első héten egyből az idegenrendészettel vettük fel a kapcsolatot, hogy elindítsuk a menekülteknek a státuszuknak az intézését. Ez egy nagyon hosszú folyamat, folyamatosan változik-e körül a jogszabályok, és ezért folyamatosan kontaktban vagyunk, hogy most mire kell odafigyelnünk, kitől mit kell megkérdeznünk. Volt arra is példa, hogy együtt mentünk ki az idegenrendészettel, és akkor segítettük az információk és az adatoknak a felvételét, mert még az idegenrendészet arra tette rá a hangsúlyt, hogy minél hatékonyabban meg tudja szerezni az információt, addig én és pár kollégám arra tettük rá a hangsúlyt, hogy egy megnyugtató, biztonságos légkört tudjunk teremteni, hogy ne érezzék magukat feszélyeztetve ezáltal. Utána jött az, hogy észleltük azt, hogy egyre betegebbek a gyerekek, és ezt ugye meg is fogalmazták az édesanyák. Ekkor felvettük a kapcsolatot a védőnőkkel, hogy milyen segítséget tudnak nyújtani, akik egyből reagáltak az igényekre, és kijöttek, és itt is akár együtt kimentünk a védőnőkkel, és ellenőrzéssel, akár a fejtetvességet megnéztük, hogy milyen betegséggel küzdenek a gyerekek. Ők ezt jelezték a házi orvosok felé, akik szintén egy nagyon nagy rugalmasságra tettek tanúbizonyosságot, mert akár ezekre a szálláshelyekre kimentek a házi orvosok, és ők megvizsgálták ott a gyerekeket, felírták a gyógyszereket, és itt én nagyon hálás tudok lenni annak, hogy a védőnök kiosztották ezeket a gyógyszereket, elmagyarázták ezeknek az adagolását, mindez annak volt köszönhető, hogy megvolt ez a telefonos kapcsolat, és mindig tudtunk egymásnak jelezni és információkat megosztani. Fehérváron sok civil vesz részt a menekültek ellátásában. Itt a Proházkán lévő éjjel-nappali bolt mellett kialakított raktárban is folyamatosan gyűjtik az adományokat. Kedv az egy picit, sőt nem is picit, nagyon visszaesett a kezdeti időszakhoz képest, de azért minden nap jönnek és hazahoznak darabot. Ugye célzottan dolgoztunk az elmúlt hetekben már egyértelműen, és azután is. Most éppen ugye az Alba Bástya, Fehérvári másik, nem a másik, hanem a családsegítő, ami ellátja Fehérvári menekülteket, nekik viszünk el célzottan a dolgokat, amiket oda nem vittek be adományba, hiszen ezt már az a kezdetek kezdetén megbeszéltük, hogy ugye összedolgozunk minden hivatalos szervvel, hogy együtt dolgozunk a katasztrofavédelemmel, az Alba Bástyával, a Vöröskereszttel, illetve bárkivel, aki ugyanebben a célba dolgozik, és ezzel a célért dolgozik, hogy megjelen a menekültek sorsa. Tartós élelmiszer van a fókuszban egyértelműen. Azoknak a nagy részét mi Kárpátaljára küldjük ki most már, tehát egyértelműen a határon túlra, tehát megvan a vonal, hogyan tudjuk kivinni, kinek tudjuk kivinni. Minden esetben önkormányzatnak vagy egyháznak adjuk át az adományt. Itt segített kezdetben Tamás, aki úgy döntött, hogy Fehérvárról az ukrán-magyar határig utazik, hogy részt vegyen az ott folyó munkában is. Azóta megszállottan olvasom a híreket, amióta elkezdődött ez az egész háború, és nyilván érdekes a politikai oldala is, de ami engem igazán megfogott, az az emberi. Tehát, hogy néztem a képeket, a videókat arról, hogy mi történik ott, és hogy főleg, hogy milyen emberekkel történik, és nagyon sokszor azt láttam, hogy tehát olyan tekinteteket, amiket valószínűleg a tükörben néző is láttam volna, hogyha én lettem volna egy ilyen helyzetben. És úgy voltam benne, hogy vele segíteni akartam, és volt lehetőségem segíteni. Barabáson jártam az ottani menekülteket befogadó ideiglenes szálláson, amit a Katolikus Caritas szervezet tart fent, és hát önkénteskedtem egy hetet. A legtöbben nagyon tisztelettudóak voltak, nagyon hálásak voltak a segítségért, amit tudtunk nekik nyújtani.
És tényleg mindenkit máshogy érintett. Tehát, hogy voltak olyanok, akiken látszott, hogy tényleg egy hajszál választja őket az összeomlástól. Voltak, akik nagyon derekan és erőteljesen erősen bírták ezt az egészet. Összességében én azt láttam, hogy akik hozzánk érkeztek, mind a jövőre koncentráltak. Tehát, hogy a következő lépés mindig is így haladtak tovább. Nem volt ugyanolyan hazajönni. Kettős érzés őszintén szólva. Egyrészt nagyon leszívott, mert lelkileg megterhelő volt az a munka. Belenézni a traumatizált tekintetekben, meg úgy egyáltalán belegondolni magamat az ő helyzetükbe. Viszont másrészt örülök, hogy tudtam segíteni, és ez valamilyen szinten feltöltött. Emlékszem, hogy amikor visszajöttünk Fehérvárra, már szerencsém volt, mert oda tömegközlekedéssel utaztam visszafele, meg már el tudtak dobni kocsival, mert éppen két másik székesfehérvári önkéntes is akkor jött vissza, hogy elhajtottunk a Halász Park mellett, elhajtottunk ugye sok lakóházpanel mellett, és az volt a fejemben, hogy ezek az épületek még itt állnak. És beléptem az otthonomba, ami nem gazdag, nem is túl nagy, de mégiscsak az enyém a biztonságot jelenti számomra, és hogy tudom, hogy közben mennyien elvesztették ezt odakint. Köszönjük a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. A viszontlátásra!